én a legtöbbet a saját egyenruhából tudok mondani, illetve a német egyenruhákról, hiszen már majdnem, hát most már lassan 20 éve hagyományőrködök, és ez látszik is a homlokon, kicsit be van gyűrődve, meg úgy általában. Ez egy második világháborús német páncélos egyenruha, sorkatonai, nem pártpolitikai, sorkatonai. Ennek ellenére a fekete színe miatt ugye mindig náciznak, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a parolin ugye a koponyákat meglátják. Uh-huh. Az biztos, hogy nácik. Most nem szabad rájuk haragudni, mert nem foglalkoztak vele különösebben. Amit tanítottak neki, az meg így nézett ki megjelenésébe. Pedig óriás a különbség. A sorkatona az belecsavazva. A Nemzeti Szocialista Párt tagja az meg önként jelentkezett. Ha hasonlítanom kellene, akkor ugye a Kádár rendszerben is nagyon sok srác van, aki volt katona. Besorozták katonának, teljesítette a kötelességét a hazája iránt. De a munkásőröket, a pártpolitikai fegyveres erőt azt már nem sorozták, azok önkéntesek voltak. És belőlük is volt azt hiszem, hogy 60-70 ezer, nem tudom mennyi. Tehát ez az óriási nagy különbség a pártpolitikai fegyveres testület és a besorozottak között. Ezt effektekbe is föl lehet lelni a ruhán. Az én egyenruhában mi árulkodik? Először is ugye ez a nemzeti címer volt abban az korszakban. Ez nem náci, nem, ez nemzeti címer. A másik, a parolinak a koponya. Ez a germán mitológiai koponya. Ez nem az SS koponya. Az SS koponya teljesen más. Az SS koponyának van állkapocs, és profilba el van fordítva. Ez a mitológiai koponya, ez nincs. Ez egy olyan szimbólum, mint a törököknek a félhold, vagy nekünk magyaroknak a turulmanár. Tehát ez nem pártpolitikai. Ez ősi germán. Ez a pártpolitikai. Ez tudatos volt, hogy téveszteni lehessen egyébként a propagandisták. Na most nézzük meg az Adlert. Ki kell gombolnom. Ugye látjuk, hogy a sasnak a felső evezőtolla a hosszabb. Ez a nemzeti címer. A másiknál a középső evezőtól az, ami hosszabb. Ez önkényuralmi jelkép. Ez a világon mindenhol önkényuralmi jelkép. Hiszen ezt a sast nagyon sok állam használja szimbólumnak, vagy így vagy valamilyen formában. Ezen csak a szvasztika az, ami tiltott. Tulajdonképpen. Ha nézzünk valami filmet, vagy történelmi jellegű filmet, nagyon egyszerű őket megkülönböztetni. Nézzük a sapkát. Az SS-nek az ő saját koponyájuk van rajta. Míg a sorkatonáknak, ha megnézzük, kezdődik a nemzeti címer. Ez kicsit frontos, de kezdődik a nemzeti címerrel. Utána a fegyvernemi szín, ugye a harckocsizóknak rózsaszín volt a szimból, a fegyvernemi színe, Waffenfarbe. Uh-huh. Tehát a fegyvernemi színe rózsaszín volt. Ugyanúgy, mi minden hadseregnél meg volt különben, a magyar hadseregnél is ugye kék volt a légierőjé, a piros a tüzérségé volt, a legénységnek zöld volt, a határőrségnek fűzöld. Tehát ugyan, ezek voltak a fegyvernemi színek. És utána látjuk a kokárdát, tehát a német trikolor. Tehát ilyen kokárdát. Uh-huh. Ami egyébként nem jellemző az SS-nek a sapkájára. Tehát amikor két sapkának a jelvényét összehasonlítjuk, akkor ez nagyon könnyű. Aztán a pártpolitikai ruhán mindig a bal karjukon hordták a párt jelvényét. A sorkatonáknak a mellükön volt.
Tehát olyan nem volt, hogy itt is, meg ott is. Tehát ez megint egy nagy különbség volt. Mit tudnék még mondani a rendfokozatom Feldwebbel, törzsőmester? Ugyanis a rendfokozati megoldása német hadseregbe, Wehrmachtnál, ugye a karjukon volt fekete alapon egy darab sráv. Ez volt a körvezető. Ha kettő volt, akkor a tizedes. Ha csak egy szalag ment, az volt a szakaszvezető, őrmester, törzsőmester, stb. Tehát ennyit az egyenruháról. Sajnálatos módon nagyon sok fiatal srácnak meg kellett halnia a fekete egyenruha miatt, mert a szövetséges katonák is tévesztették. És hát a pártpolitikai katonáktól rettegtek, mert annyira el voltak fanatizálva, hogy nagyon el voltak fanatizálva. Tehát attól rettegt, félt mindegyik. Félt tulajdonképpen. Így aztán a fekete egyenruha miatt, hát bizony nagyon sok olyan srácnak, aki valamikor lázbuldoggal szántott, mint a Steyerországban, meg kellett halni, és semmi köze nem volt a politikához. És milyen más egyenruhát láthatunk még itt a pontotokon? Látom, vannak itt szovjetek, magyar egyenruha. A magyar királyi honvéd egyenruha, illetve van a szovjetek. Anna Mari, ide tudna jönni? Ezt odaadom. A szovjet hadseregbe nők is be voltak, sőt, nagyon nagy számban nők is be voltak, hogy sorozva, és őnek is önkéntes alapon, de teljesítették a hazájuk iránti kötelességeiket. Itt egy nagyon-nagyon szép orosz kislányt látunk, illetve orosz egyenruhában látunk egy statiszta kislányt. Hát ugye az oroszoknak ugyanez a hagyományos pilotka volt a egyenruha, tehát a sapkájuk, rajta a vörös csillaggal, illetve a frontos szakaszokon már sima, egyszerű zöld, tehát rejtve volt, hogy ne legyen könnyű célpont, ne csillanjon, stb. És azoknak már zöld, sima zöld volt a vállapja alapján, én nem is tudom, ki vagy te? Lövész. Azt hiszem, hogy lövész, ugye ez a lila színnel. Mint látjuk, egy gimnasztjorka van rajta. Az az érdekessége, hogy az csak így mell, illetve has középi gombos, ilyen belebújós, nagyon praktikus volt egyébként, és hosszítva hordták, hogy a derekuk, tehát ne fázod, tehát a hideg elleni védelem. Amit még itt látni fogunk, ez egy gárda jelvény. Ezt külön ki kellett érdemelni, hogy a vörös gárdához tartozom valaki, és akkor volt jogosult ezt hordani. Ha fölállunk, akkor egy darab PPS tártáskát látunk, ez most üres, mert ez most nem az az alkalom, hogy hadijáték van, egy darab, hogy hívják, ott látunk, hagyományos egyszerű katonai derékszíj, ami erősített, amire tulajdonképpen a málhát föl tudta rakni, tehát több, hogy hívják, ott is, vagy rakasztani rá. Megfordulunk. Ugye? A másik oldalon hordták a kulacsot. Ez nagyon fontos kelléke volt a katonának, mert hiszen lövészárukban vitt a utánpótlás nem úgy jutott el. Inni viszont kellett, mert a mozgásról kiszáradtak. De ez a német hadseregnél is. Tehát a kulacs az szinte minden katonának, amerikainál is mindenkinek ott volt. Hát a csizma az a hagyományos, rövidszárú, ezek azért voltak rövidszárúak, mert a bőrrel már nagyon spórolni kellett, még az oroszoknak is. És hát lehet, hogy most egy elrettentő dolgot mondok, és az állatvédők azok tüzet fognak okádni, de több helyen olvastam tényként, most nem arra akarok úgy kilukadni, hogy a kutyákat betanították, ugye, és az aknával a német harckocsik alá küldték őket. Egyébként ez egy nagy fiaskó volt, mert a kutyák a T-34-es tangok hangjához volt hozzászokva. Alá ment a német tangnak, de az nem az a hang volt, tudta, hogy ott nem kap jutalmat, puf, visszaszaladt az orosz tankhoz. És akkor ugye ott detonált a rakománya. Mást akartam mondani,
a kutyákat hatalmas nagy telepeken tenyésztették, főleg a nagy testű kutyákat, és bőrárút csináltak belőle. A csizmaszárakat, a különböző szíjakat, egyebeket, azt bizony szegény kutyusokból csinálták, aztán a húsukat földolgozták, és a következő generációval megetették. Egyébként elképesztő. Tehát az orosz az nem hülye, ahogy szoktam mondani, hanem orosz. Tehát ők mindig megpróbáltak ilyen praktikus dolgokat. Hát ennyit tudok mondani az orosz egyenruháról, köszönöm szépen. És akkor még egy magyart megnéznénk, hogy fel tudunk. Hiányos vagyok. Nem baj. Szembegem. A magyar királyi honvéd ruhába öltözött katona előttünk. Hát talán kezdeném a főfedőtől, illetve a szövet éppen az most nincs itt kéznél. Ugye a hagyományos rohamsisak, ami a német mintára készült, megkülönböztetni csak a szegecsek, a sisak szegecseiből lehet, a magyarnak a szellőző nyílásról hátra fele esik, a németnek előre fele esik, tehát úgy jött ki neki geometriai alak, hogy a legjobb tartása jön a belsőnek. A magyar sisaknak volt egy ilyen málha, tehát a málhához egy ilyen kampó, vagy egy horg, hogy hívjákja. Az egyenruha különösebben egy tildiféle szabás, nem kell bemutatnom ki, hogy kérni, jó? Akkor ez egy tildiféle szabású, érdekes a fegyel. A nagyon büszkék voltak a magyar királyi, mi volt a neve? Magyar király géppisztolyokra, de a közelharcban kiderült, hogy a legjobb fegyverek a nagy tűzerei, könnyen kezelhető fegyverek, így aztán nagyon sok magyar katonának MP40-es, ez a német Schmeissernek is mondják, géppisztoly jutott, amit nagyon nagy hatékonysággal tudtak használni. Őnek így szintén egy nagyon-nagyon erős, vastag bőr öv volt a derekukon. Ami állandó felszerelés volt, az a bajonet. Ez független attól, hogy milyen fegyver volt nála. A bajonet ez egy segédfegyver volt, neki közelharcban meg tudott vele oldani, mit tudom én, árkotásni. Tehát sok, nagyon-nagyon sok téren tudta alkalmazni és használni, így ezért a szabványöltözékhez tartozott, függetlenül attól, hogy nem volt neki fegyvere, tehát karabélya. A nadrág, ez megint egy érdekes, mert ez vegyes. Ő egy csizma nadrág. Még akkor ugye elég nagy volt a lovasság is, tehát ilyen szempont, meg hát a csizma nadrágok voltak abban az időben a katonás megjelenésnek csizmával. Aztán később szintén anyagi megfontolásokból jöttek az egyenes szárú, bebandázsolt lábszárral, bakancsal használták. Tehát itt megint, ahogy fogyott a pénz, fogyott az eklézsia, úgy fogyott az öltözék is, illetve megpróbáltak mindenhol spórolni, ahol lehet, kiadták, hogy eszeveszettül ne lőjünk nagy sorozatokat, csak rövid sorozatokat, használjuk a gépfegyvereket. De ez a katonának is érdeke volt, mert hiszen volt nála 3+1 tára fegyverbe, és ha kilőtte, akkor védtelenül maradt, ugye? Tehát őnek is érdeke volt, hogy spóroljon a lőszerrel. Arról nem is beszél, hogy nem mindig volt arra annyi idő megszünet, hogy ő elkezdjen után tárazgatni. Hát ennyit nagyjából a magyar királyi honvédről. Egyébként rettentően büszke és fegyelmezett katonák voltak.